És feljöttünk csacsának a pisztrángosához, egy kis olajba süti meg a pisztrángokat, igen, amiket itt lehet látni. Igen. Ezeket most fogtad innen a halastóból, igen, mindjárt megmutatom a halastavat is. És itt a pisztrángos mellett meg különleges zárral, haszta neki. Hú, basszus! Itt egy hűtő, na, leszakítottad. És ez itt a hűtő. Nézzétek, igen, meg, és ott van benne a sok. Ez is sör? Igen. Ah, ott sör is sör benne. Aha, Hargita sör. A szép, meg kell egy kicsit mosni. Mutass csak, hogy milyen jó. Vaj, de jó hideg. Azt a vegyhár mindent. Ne, hát én vezetek, én vezetek, András. Nem, köszönöm. Van korlátlan mennyiségben, hallod, Péter. Micsoda? Itt rengeteg van, hallod. Hát látom, látom, hallod. Bort? Az se, hát vezetek, hallod. Majd a vendégeknek. Na nézzük meg gyorsan. Ki? A nő. Kati. Szerintem, Kati... Vizet iszol, igaz? Na, mindjárt kinyitom itt a pisztrángos, és nézd meg, jó? És itt van a pisztrángos. Ó, nem is kell kinyitnom, nézed? Itt lehet szépen látni a bent a pisztrángokat. Nem tudom, hogy látjátok, de ott egy kupacban vannak. Ott úszkálnak. Ugye itt van, ezek látod a nagyobbak. Nézd oda, ezek fürgék, látod? Milyen fürgék. Ott a kisebbek, ezek a nagyobbak. Szép nagyok, hallod ezek. Ezek vannak, vagy mennyi, 35-40 centisek? 35. Ilyesmiket sütnek, mint amit most is fogtok enni? Csak ott tenyésztük, tehát itt rengeteg. Jaj. Ott is varázspízzel csinálják. Itt megnézed, ott legelnek a barik. Látom. És itt feljebb van a forrás, olyan 20 méterre, körülbelül 30 méterre. Megmutassam neked? Megnézem. A forrást. És itt van egy nagyon szuper kis kiülő. Hát ez nagyon szuper. András meg dolgozott föl a pisztrángot? Ó, Kati Péterem már. Az olaj melegedik. Megnézzük, Kati, hogy készíti a halat, András. Jó bőn, értele, hogy vegye be. Aha. Hát ki van már belezve. Ki van belezve, ma a szívne. És akkor már sül is a pisztránk. Ez mit szorsz rá? Puliszkadarát? Igen, de fűszerezte, és kukoricoliszkadarát. Igen. Aha, és kukoricoriszta. Jó raj, hogy legyen oda. Oké. Jó, akkor a gyerek, nem tudom, hogy bárki. Ne tétél, neked is egy kicsiká. Ja. Mármó Péter, most sajnálom kellett. Akkor jó. Az a picike lesz az egyéb, nézzétek. Na, te Péter, még nem mondtad, hogy... Nem mondom. Nem mondtad, hogy sajnálom szellem. Csak úgy ropog a fegyő, nézzétek. Ropog a fegyő, csak legyen hát forrasznak. Na, és sülnek is a halacskák. Igen. András a főszakát. És hogy tetszik neked a vendéglátás? Nagyon jó tetszik, Péter, csak kéne szaporodjanak a vendégek. Na, hát majd hozok, ne aggódjál. Sokan érdeklődtek. Hát még itt valami kéne őt. Jönnek családok. Jövő héten minden igaz 12 emberrel jövök, 12 vendéggel. Mindig jó, Péter. Úgyhogy sütögetheted a halat, hallod, fogok meg foghatod. Fogok akkor sütök mindenkinek, mert Péter ilyen nagyokot sütök. Azt csak aztán létele minden két elegább munkát. Ja. Vannak-e vendégek, vannak, András? Vannak. Vannak? Ott a 30-an voltak, a papet, pál volt, felszentelt, minden. Felszentelt ezt a kis kiülőt is a pap, azt a betyármény. Igen, persze, a halastót, a sittes, mindent. A halastavat is, de tényleg látni ott a keresztet, nézzétek? Igen, a kereszti nagyon megdicsírt, hallod-e? Azt mondta, hogy
Nagyon szuper. Nagyon szuper a kereszt? Igen. Tetszett neki? Nagyon tetszett, mert minden helyen nem tetszett. Na, mi a manó? Ti megraktatok mindenhova. Minden rendben csinálhatunk észre. Aha, na, szuper. Látom a másik oldalán is, ott a kereszt nézzétek fönt. Lehet látni, meg ez oldalt is. 30 voltak, még azt mondta, hogy el fogok jönni. Na, hát akkor jó. Kik voltak 30-en így? Falubeliek? Igen. Rokonság. Rokonság volt. Rokonság volt. Itt volt itt fejjel a búcsú. Azért voltak ki. Aha, volt fenn búcsú is. Igen, szombat... Na már jövőre próbálok eljönni ide a búcsúra is. Sokan voltak? Hát voltak két. 300-300. 300-ig? Az szép. És mit csináltak fent? Vagy volt valami látványosság? Tessék? Misét tartottak. Ja, misét tartottak. Aha, értem. Akkor előkerült a sok finomság, ez micsoda? Musdély, ugye a pisztránkhoz. Túró. Egy kis túró. Házi szalonna. Házi sült kenyér. Amit kisütött? Én süttem az éjszaka. Mert te pék vagy, igaz? Igen. Mutasd a tenyered. Hát figyelj. Várjál, nézzük. Hát igen, a tiéd dolgosabb, mint az enyém. Na, azért én is dolgozok. És akkor érkeznek a pisztrángok. És az a mosdély, az ilyen hagymás szós, kóstoljátok meg előtte. Jó, köszönjük szépen. Úgyhogy mondom, most ment el reggel 10 vendég, azok is jöttek volna ide, csak már ugye kellett menni haza nekik. De jövő héten jövünk 12-en. Jó. Emil bátyám, maga is szereti a pisztrángot? Egészségedre! Ja, nőjünk a bajuszunk! Tessék? Nagyon szerettem gyerekkorunk óta. Igen? Igen. De csak a pisztráng árát? Hát nem a pisztráng árát, hanem pisztrángázni a folyókban. Ja, értem. A folyókban. Hogy ízlik a musdély, Pista bátyám? Ő nem postoltak. Nem? És neked, Kati? Nekem ízlik, finom. Most készítetted ezt is? Igen, minden finom. Most frissen, halad, jó. Hogy készíted a musdét, András? Hagyma, fokhagymacs, tájfős, kicsi ececs, kicsi sós. No. Jó, kikavarom, tudom. Na látjátok, lányok, micsoda úriember van itt előtetek, milyen csángó ember, ő még, hogy hívják, még konyha művész is vagy, mi, András? Most halad, de 3-4 szakma van, Péter. Mert mi? Járok dolgozni a pékségbe. Itt főzek. Igen. A gazdálkodás. Csinálom a szénalcs, az állatokat rendelem. Értem. Közben. Meg még most szalonnát is süt. Most sütök szalonnal Péternek. Na. A legjobb barátomnak mondjuk. Köszönöm. Na. Hát figyelj, ez tök jó jelen, ez a kis rúd is. Meg jó felszerelkeztetek itt, hallod. A hűtőtök fantasztikus, teli van sörrel, úgyhogy aki jön ide, sört azt ne hozzon magával. És ez a víz folyik a pisztrángosba, itt meg a juhok legelnek, ott meg egy kutyus, aki őrzi a házat. És itt vannak a források, innen kapja a pisztrángos a vizet. Honnan a fatövéből jött a víz? Igen, a fatövéből jött a víz. Uh-huh. Itt nem volt egy hosszú vall, az állatok itt ittak. Értem, és de mióta jár ide Emil bátyám a Esztenára, vagy a Kalibára? Hát van 50 éve még, ha nem több. 50 éve, ha nem több. Még, ha nem több. És ez... apám is itt halt, mert fenn volt a Kalibánk. Ő a Kalibál őt halt, mert azt mondja, hogy hányba is? Régen. 81-ben, 42 éve. 81-ben halt meg. És a kutyus mérges, pedig én nem akarom bántani. Ott pedig egy tyukica. És itt van a kézmosó, itt pedig a bocik legelnek. Borjuk. Ott meg egy tyúk. Ja, hát csak ez is jóval hátrébb van.
Az erdélyi túrák magazonjait sajnos már újságárusoknál nem lehet megvásárolni, a kiadott 10 lapszámból 9 lapszám még elérhető, amit a honlapon keresztül lehet megrendelni. Ha ön is szereti Erdélyt és értékeli az erdélyi túrák Dór és Péter munkásságát, akkor ön is támogathatja egy liter tej vagy egy liter üzemanyag árával a munkájukat. Kattintson a YouTube csatorna felületén a csatlakozás gombra, és ott kiválaszthatja azt az összeget, amivel hozzájárul ahhoz, hogy még szebb filmeket készítsen Dóri és Péter az erdélyi túrák. Köszönjük!